A magyar nyelv és irodalom vizsgákkal kezdődött az idei érettségi. Az internetes és elektronikus nyelvhasználatról szóló tanulmány részlet az idei tétel. Óvodásoknak mutatták meg a szelektív fulladékgyűjtés alapjait. Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. Ma reggel 8 órakor a magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgákkal kezdődött meg az érettségi. Az idei évben országosan csaknem 118 ezer diák adhat számot tudásáról. A feladatlapokat egy központilag kidolgozott javítási, értékelési útmutató alapján értékelik majd ki. Strucska Katalin tudósítása következik a Bánki iskolából. Dunaújvárosban, a Bánki Donát gimnázium és szakközépiskolában reggel 8 órakor kezdődtek meg a tavaszi érettségik. 7 órakor érkeztek meg a feladatlapok, amelyeket a vizsga elkezdéséig a polgármesteri hivatalban őriztek. A diákok nagyon izgatottak voltak, hogy vajon melyik magyar tételt kell ma kidolgozniuk. A tételek között voltak nagyon szokatlanok is. 12 óra előtt néhány perccel a vizsgázók túlnyomó többsége már elkészült, alig néhányan dolgoztak még. A tételek közül választható volt például Arany János, Berzsenyi Dániel vagy Bródi Sándor is. A vizsga után a diákok mégis a netnyelvről szóló tételről beszéltek a legtöbbet. Szerintem várható volt, mert egyre többet foglalkozik ezzel a média is, ugyanúgy meg a társadalomban is ez szerepet játszik. Nyilván azért már így korosztályonként ez így változik, hogy hol, merre, meddig, mert nem hiszem, hogy egy 19-20-22 éves ember ilyen kifejezéseket használ, de nyilván hatással van az emberre az internet. A diákoknak egy 2,5 oldalas szöveget kellett értelmezniük, ami hemzsegett az e-mailekben, SMS-ekben használatos rövidítésektől. Könnyebb témák voltak ezek az előző évekhez képest, valamint ez a mostani chatnyelv, internetes dolgok, ez nagyon aktuális és jó a mi kis társadalmunkra nézve, ugyanis mi ebben élünk, szerintem sokkal könnyebb volt ezt így papírra vetnünk, mint hogyha például egy szóbeli tételként kellett volna kihúzni. Összesen 11 feladatot kellett megoldani. Volt kérdés többek között a digitális benszülöttek és a kintrekedtek közötti megértési nehézségekről, valamint a csetelésről is. A magyar tanárok jelentős része szerint ez nem volt rossz tétel, mert közel áll a fiatalokhoz, és erről a témáról a diákok legalább annyit tudnak, mint maguk a vizsgáztatók. Az internetes nyelvről szólt a szövegértési feladat. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy behatóan kell a diákoknak ismernie, vagy értekeznie kellene az internetes nyelvről, hiszen ez egy szövegértési feladat volt, és magát a szöveget kellett értelmezni, és a szöveggel kapcsolatban kellett kérdésekre válaszolniuk. Lehetett hagyományosabb tételt is választani, például Márai Sándor füves könyvéből egy részletet, illetve novella elemzést is, Bródi Sándor egyik alkotását. Akit a költészet érdekelt, összehasonlíthatta Berzsenyi Dániel életfilozófia, illetve Arany János visszatekintés című művét. Az érettségi kedden 8 órakor a matematika írásbelivel folytatódik. Az internetes nyelvi irodalom tétel a sajtó szerint 10 éve a legkönnyebb. Ez a DSTV utcai riportjai interjúi szerint csak részben igaz, de a munkatársaink azt tapasztalták, hogy nagyon függ az életkortól, illetve hogy ki mennyire használja ezeket a kifejezéseket. Mindent szoktam használni. És melyik a leggyakoribb, amelyiket használod? Hát az alól. Szoktuk használni barátokkal, meg a közeli ismerősökkel. A tizenévesek biztosan ismerik. Szerintem most már annyira nem divat. Egy pár éve volt ez nagyon befutott, de szerintem ez már kezd eltűnni. Hát hallani hallottam, de én nem foglalkozom vele. A fiatalabbak körében sokkal jobban. Mert most akik nem születtek bele, meg ilyenek, azok nem annyira tudják. Én már 80 éves elmúltam, úgyhogy kinőttem ebből sajnos. Vegyész, fodrász, kozmetikus, bőrdíszműves, női szabó, valamint kisgyermek és szociális gondozó szakirányokra várják a jelentkezést a Lórendfi iskolába. A pótfelvételire való jelentkezéseket május 5-e és 14-e között kell eljuttatni az iskolához.
ezekre a helyekre, ezeken a szakmákon nekünk még van hely. A pótfelvételi jelentkezési lapot mutatja Őszi Attila, a Lórendfi Zsuzsanna szakközép és szakiskola igazgatója. Az intézmény ugyanis május 5-e és 14-e között rendkívüli felvételi eljárást hirdet. Mi olyan szakokra, illetve ágazatokra hirdetjük meg a pótfelvételi eljárást, amelyeknek a létszáma még nem töltődött teljesen fel. Ilyen például a szakközépiskolai ágazatban a vegyész, amelyből még jócskán vehetünk föl, több mint 10 ember. Aztán az egyéb szolgáltatás, az a szépészet ágazatban, ahol fodrász kozmetikus a kimenet, ott is van még körülbelül 8-10 helyünk. A szociális szolgáltatások ágazatban, ahol kisgyermek gondozó nevelő kiment lesz, ott is még néhány embert tudunk fogadni, illetve az iparművészeti ágazatban úgy szintén. Ezeken kívül még a bőrdíszműves, a női szabó és a szociális gondozó szakmacsoportokra várják a diákokat. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a tanuló adatait, az általános iskolát, ahová jár, és a középiskolát, ahova már felvételt nyert, amennyiben van ilyen. Továbbá fel kell tüntetni a választott Lórendfi szakképzéseket, szakmacsoportokat megjelölési sorrendben. Az iskola honlapjáról letölthető dokumentum mellé csatolni kell a felvételin elért eredményeket, valamint a 7. osztályos évvégi és a 8. félévi bizonyítvány másolatait. A jelentkezéseket legkésőbb május 14-éig kell eljutatni az iskolának, a döntés 16-ára várható. Óvodásoknak tanították meg a szelektív hulladékgyűjtés alapjait. A Petőfi utcai óvodában foglalkozás keretében mutatták be, hogyan kell szelektálni a szemetet, és miért is fontos mindez. Egy pakád és 3 színes műanyagbödör. Ezekkel az eszközökkel minden óvodásnak meg lehet tanítani a szelektív hulladékgyűjtés lényegét. A Petőfi utcai óvodában összekevert szeméttel megtöltötték a kádat, majd a gyerekek szétválogatták őket. Bevisszük a gyárba, és akkor újra hasznosítják a üvegeket, meg a mindenféle papírt. Nem szép dolog, hogy a szemeteket szét lett szórva, az csak a rossz emberek csinálják. Az összekevert szemetet a gyerekek talicskákba szétválogatták pontosan úgy, ahogy a szelektív hulladékgyűjtőben is kell, vagyis külön a papírt, a fémet, az üveget és a műanyag hulladékot. Beviszik oda a gyárba, és a gyárba ugye már ott vannak ott elkészül, mi készül belőle, ugye. Az Ökologisztik Alapítvány munkatársa azt is elmagyarázta a gyerekeknek, hogy az összegyűjtött hulladékot mi mindenre lehet felhasználni. A példákon keresztül már az óvodás gyermekek is megtanulják, hogy a Földnek segítségre van szüksége ahhoz, hogy fennmaradjon. Azt tanítják nekik, hogy a szemetelés, az el nem bomló hulladék veszélyezteti az emberek, növények, állatok fennmaradását. Nem titkolt célunk, hogy később nyilván ez a szülőkhöz is eljusson, de fontos az, hogy a gyerekek már most elkezdjenek ezzel foglalkozni, hiszen később akkor már, amikor ezzel találkoznak, nem lesz új, és ezt fogják megszokni, míg inkább ezt az egészet a felnőtteknek kell nagyon megtanulni. Az Ökologisztik Alapítvány munkatársai később szeretnének minden dunaújvárosi óvodát és bölcsődét is meglátogatni. Egy perces szirénázással emlékeztek meg a segítségnyújtás közben elhunyt társaikról az ország tűzoltóságai mellett a dunaújvárosi tűzoltóságon is. Egyszerre szólaltak meg a szirének 11 óra 15 perckor az ország tűzoltóságain a hősi halottak tiszteletére. A dunaújvárosi kirendeltség szerállománya is kiállt, hogy együtt tisztelegjen azon társaik előtt, akik szolgálatteljesítés közben életüket vesztették. Szerencsére nekünk még halált okozó, szolgált közben halált okozó sérülés nem fordult elő. Nagyon bízunk benne, hogy az így is marad a közeljövőben. Mint mondta, ez annak is köszönhető, hogy kollégái nagyon odafigyelnek egymásra, ugyanakkor a baj bármikor bekövetkezhet, sérülések pedig már többször is előfordultak. Tulajdonképpen a mi hivatásunk ez erről szól, segítünk a bajba jutott embereken. A Katasztrófavédelem és Jogelőtt szervezetei egy percnyi főhajtással emlékeztek elhunyt bajtársaikra, akik, ahogyan az esküben is vállalták, szolgálati feladataikat akár életük kockáztatásával is teljesítik. Az országban egyébként 124 hősi halottról maradt fent írásos emlék, közülük a legrégebbi 1865-ös, akkor egy debreceni diák tűzoltó halt hősi halált. Tiszteletükre az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál emlékművet avattak.
Kedden is napos, fátyolfelhős lesz az ég, eső nem valószínű. Reggel ismét előfordulhat talajmenti fagy, délután viszont már 20 fok köré kúszik a hőmérőhigany szála. Főbb híreink következnek még egyszer, röviden. A magyar nyelv és irodalom vizsgákkal kezdődött az idei érettségi. Az internetes és elektronikus nyelvhasználatról szóló tanulmány részlet az idei tétel. Óvodásoknak mutatták meg a szelektív hulladékgyűjtés alapjait. Véget ért hírműsorunk, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!